Igen, szóval nagyon jó volt. Tehát a hang, hogy a hangalapján. Nagyon-nagyon kedves szerzemények születnek, volt, aki átgondolt, és ezt nagyon-nagyon tetszett egyébként, hogy valakit arra ösztönöz, hogy egy kicsikét máshogy csinálja a dolgokat. De aztán, amikor a fanét meghallgattam, akkor azt mondtam, hogy igazából nem kell tovább keresni, mert ez úgy volt jó, ahogy volt. Úgyhogy tetszett, és hát tényleg kérdés nélkül kiválasztottak egyébként a Péterre visszatérve. De eszembe nem jutott volna, hogy valaki ezt így is megközelítés, elképesztően jó érzés volt, hiszen akárhogyan nézzük, a dal is pontosan erről szól, és óriási örömmel szól, hogy ezáltal olyan egyének is meghallgatták ezt a dalt, akik most már igazán tudják, hogy miről is szól ez az egész. Óriási ötlet volt, és szívem szerint ők is meghívtam volna ide, de ugye most a valóban énekelni kell. Abban pedig hiába voltak nagyon jó kis előadások, Fanni volt a legjobb, úgyhogy így döntöttünk. Mert ugye győztes úgy hívják, hogy orosz Fanni, aki itt ül velünk. Jó reggelt, Fanni! Egy tapsot azért hadd kérjek neki, mert mégis egy olyan, hogy jövőben de egy nagyon bátor jelentkezőről van szó, aki bevállalta azt, hogy itt időben el is énekelni velünk Freddyvel a Pioneer. Szerintem úgy jó. Jó, persze, akkor ez tökéletes lesz. Csak egy mondatot, és megígérem, hogy nem fogod nagyon húzni, mert tudom, hogy így húz. Duettelni egyébként szoktál, vagy karaokezni szoktál, vagy csak imádod Freddyt, mi az, hogy ilyen jelentkeztél hozzá? Nagyon szeretem Freddyt, és egyébként nem szoktam annyira karaokezni, hanem a iskolában van egy ilyen tehetséggondozó műhely, amiben sok dalt szoktunk nagyon énekelni. És a duettek helyet igen, persze, többen is szoktunk egyszer énekelni. Egyébként pedig helyfüggő, az is sokkal szoktam énekelni, mert zuhanyzó, mindenhol. Annyit tudok neked mondani, hogy nagyon sok előinterjút készítettem már életemben, többek között ugye az Eurovízió és az Eurovízió kapcsán is, és a legnagyobb sikerek általában honnan indulnak a PC-ből és a zuhanyzóból. Tehát amikor megkérdezem, hogy honnan indultál, ki mondta azt, hogy neked itt a helyed, akkor mondom, hogy hát a bukám, aki hallotta ott az ajtón túl, hogy milyen jól megy ez nekem, úgyhogy sosem lehet tudni. Anika ugye már a nagykövetudat megindítálta, lehet, hogy neked is ott a helyed a következő versenyben. Debütálásnak minden esetre nem rossz, ugyanis most megkapod a főnyereményedet, az egyiket, mégpedig az, hogy Freddyvel együtt itt élőben elénekelhettek a Pioneer. Már rákészültek, én már a próbát hallottam. Te is köszönj, Freddy! Készen vagyok! Megnézzük!